Ezúttal a futballelemzéshez lazábban kapcsolódó, ám de annál érdekesebb fogalomra szeretnék felhívni a figyelmet, a ténytudatosságra, amely túlzás nélkül megváltoztathatja a világról alkotott képünket. Sokat beszéltünk és írtunk a futballstatisztika fontosságáról és annak helyes használatáról. Ehhez lazán kapcsolódva és egy nagyot hátralépve a futballpályától, ezúttal a statisztika, illetve a tények tágabb kontextusba helyezésének fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet. Kitartás! A videó végén arra is kitérünk, hogyan kapcsolódik mindez a futballhoz. A Rosling család évtizedek óta dolgozik azon, hogy emészthetővé tegyék az adatokat és bizonyítsák, sokkal ijesztőbbnek gondoljuk a világot, mint amilyen valójában. Idézete a Tények című könyvükből: az idősebbek évszázadok óta nosztalgikusan emlékeznek vissza a fiatalkorukra, és makacsul állítják, hogy a dolgok már nem olyanok, mint régen voltak. Ez persze igaz, csak nem éppen úgy, ahogy ők értik. A legtöbb dolog ugyanis rosszabb és nem jobb volt. De az emberek rendkívül könnyen elfeledkeznek arról, hogyan is voltak, idézőjelben boldogok valójában. Folyamatosan zúdulnak ránk a negatív hírek a világ minden részéről. Háborúk, éhínségek, természeti csapások, korrupció, betegségek, tömeges elbocsátások, terrorcselekmények. Azok az újságírók, akik le nem zuhant repülőgépekről vagy tönkre nem ment termésről tudósítanának, hamar elveszítenék az állásukat. A fokozatos javulásról szóló történetek ritkán kerülnek címlapokra, pedig sok millió embert érintenek, és a hatásuk is drámai mértékű. Szóval Roslingék állítása az, hogy nem olyan rossz a világ állapota, vagyis közel sem annyira, mint amilyennek gondoljuk. És nem csak a levegőbe beszélnek. Exakt tudatlansági tesztekkel mérik, mennyit tévedünk a legfontosabb tényekkel kapcsolatban is. Céljuk a ténytudatosság terjesztése. Ahogy említettük, a pontos statisztikák, ergo tények ismerete a világképünket, gondolkodásmódunkat is komolyan befolyásolja. Ezért hozták létre a Gapminder alapítványt, amelynek honlapján minden adatot és prezentációs eszközt ingyen hozzáférhetővé tettek. Rengeteg országban, többek közt Magyarországon is végeztek teszteket, melyeknek eredményei egy irányba mutatnak. A nők oktatási helyzetét, a várható élettartamot, a gyerekek oltottsággal való édettségét, az extrém szegénységben élők arányát és egyéb a világ főbb trendjeire vonatkozó 12-13 kérdést illetően tudásunk kritikán aluli. Az emberek nagy része 2-3 helyes választ ad csak ezekre. Ahogy Rosling írja, annyit sem tudunk a világunkról, mint amennyit a válaszokra véletlenszerűen rábökő csimpánzok. Nem vicc, ezt ki is próbálták. Ez azt mutatja, hogy a majmokkal szemben, akik természetesen véletlenszerűen választanak, a mi tévedési rátánk szisztematikus, egy irányba mutató, ami arra utal, mindent sokkal negatívabban látunk a valóságnál. Ez pedig nem csak a stressz miatt baj, hanem azért is, mert a tények, vagyis a frissített statisztika pontos ismerete nélkül a döntéshozók sem biztos, hogy jó irányba terelik a folyamatokat. Na de nézzünk néhány példát. Az elmúlt 20 évben a világszerte mély szegénységben élők száma megfeleződött. Még 1966-ban is a világ népességének 50%-a élt kevesebb, mint napi $2-ból. 2017-ben 9% volt ez az arány. Mára az egyéves gyermekek több mint 80%-a megkapja az alapvető oltásokat. A várható élettartam az 1900-as évek elején jellemző 30 évről mára 70 fölé emelkedett. Íme néhány rossz dolog, ami folyamatos csökkenésben van több évtizedes, olykor évszázados viszonylatban. Gyermekhalálozás, HIV-fertőzések, törvényes kényszermunka, harctéri halálozások, repülő balesetek, olmozott benzin, drága napelemek, gyermekmunka, atomfegyverek száma, himlő, éhség, ózonréteg fogyása. És íme néhány terület, ahol folyamatosan javuló tendencia olvasható ki a számokból. Írástudás, nők szavazati joga, termés, tudományos cikkek száma, demokráciában élő emberek aránya, gyermekrák túlélés, elektromosság, ellenőrzött fajok, és a sor bőven folytatható.
Rosling egyik leglátványosabb bemutatója és mozgódiagramja az inflációval korrigált kereset per élethossz diagramos előadása. A vízszintes az előbbi, függőleges pedig az utóbbi. A sárga és zöld pöttyök az európai és amerikai országok, a pirosak az ázsiaiak, kékek az afrikaiak. Értelemszerűen minél nagyobb egy pötty, annál nagyobb az ország lakossága. Nem nehéz kitalálni, hogy a nagy pirosak Kína és India, a nagyobb zöld az Egyesült Államok. Az idő előre haladtával megnézhetjük, hogyan alakult az országok fejlődése ezen két tengelyt figyelembe véve. Nem rossz, ugye? Persze, ezek országokon belüli átlagszámok. Rosling megmutatja azt is, hogy milyen az, ha egy országon belüli bevételt ábrázolunk. Ez itt például az Egyesült Államok állampolgárainak kereseti sávja 1963-ban. Ez pedig az összes amerikai ország zölddel. Sárgával Európa, kékkel Afrika, pirossal Ázsia. Hasonlít egy teve púpjaihoz. Jól látszik, hogy 1963-ban a kisebb púp a gazdagabbakat jelentette, főleg európai és amerikai országokat. A szegénységi küszöb környéki púpot pedig nagyrészt afrikai és ázsiai országok adták. Nézzük, hogyan változott ez az idő múlásával. Eltűnt a két púp és a korábbi óriási szakadék. Az egész ábra jobbra tolódott, de főleg Ázsia és Afrika esetében nagyon látványos a pozitív irányú változás. És ez csak egyetlen előadás részlet. Rengeteg ilyen látványos előadást találhattok még Roslingtól, akinek több TED előadása is megtalálható és visszanézhető a neten. Sőt, többek közt az egyik ilyen fontos témáról, a népességnövekedésről külön dokumentumfilmet is készítettek, amit érdemes megnézni teljes egészében. Illetve ajánljuk, hogy nézzetek körül a teljesen ingyenes Gapminder oldalon is, ahol egy csomó érdekes adat közböngészhettek. Többek közt egy nagyon érdekes és szemléletes projektet is ott találhattok. A neve Dollar Street. Képzeljük el, hogy az egész emberiség egy utcában lakik. A házszámokat pedig a jövedelem szintek szerint osztják ki a lakóknak. Vajon hogyan él egy család az utca egyik végében és hogyan a másikban? Láthatunk képeket gazdag és szegény, amerikai, francia, üzbég vagy etióp, kis és nagy családok életéből. Megnézhetjük, milyen házban laknak, mivel közlekednek, milyenek a bútoraik, mit esznek, hol alszanak, mivel mosnak fogat. A képeket szemlélve pedig ráébredünk, ha az életmódjukat nézik, nem sok különbség van a különböző kultúrák között, inkább a jövedelem szintek határozzák meg, ki hogyan él, milyen eszközöket használ mindennapjaiban. És egy gazdag etióp és egy amerikai középosztálybeli nagyjából ugyanúgy. Rengeteg ilyen terület van, amelyekhez a szerzők ellenőrizhető, forrás megjelölésekkel tűzdelt, hiteles adathalmaz feldolgozási folyamat végén jutottak el. Ezeket vizsgálva úgy tűnik, a helyzet tényleg az, hogy a világ még soha nem volt annyira jó hely, mint manapság. De! Ez persze nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk. Minden korábbinál nagyobb kihívásokat kell megoldanunk, egyre bizonytalanabb például, hogy el tudjuk-e kerülni a klímaváltozás okozta katasztrófákat. Bőven van okunk az aggodalomra. Amíg repülőgép szerencsétlenségek, veszélyeztetett fajok, klímaváltozás, tagadók, őrült diktátorok és ehhez hasonló szörnyűségek léteznek, addig nem lazíthatunk. Ám de, ugyanilyen képtelen és feszültségtől terhes állapot az is, ha elfordítjuk a fejünket a haladástól. A kritikusai gyakran nevezték Roslingot túl optimistának, ami felülhitette. Mindig azt válaszolta ilyenkor, nem vagyok optimista. Én olyas valaki vagyok, aki nem remél ok nélkül, nem fél ok nélkül, és aki folyamatosan ellenáll a túl dramatizált világképnek. Látom a haladást, és ez azzal a meggyőződéssel és reménnyel tölt el, hogy a további haladás is lehetséges. Idézet a könyvből, amikor az emberek tévesen úgy hiszik, hogy semmi sem javul, arra a következtetésre juthatnak, hogy amivel eddig próbálkoztunk, nem működött. Ezért veszítik el bizalmukat azokban az intézkedésekben is, amelyek pedig működnek. Sok olyan emberrel találkoztam, aki azt mondta, minden reményt elveszített az emberiséggel kapcsolatban. Mások radikálissá váltak, és olyan drasztikus intézkedéseket támogatnak, amelyek valójában a kívánttal ellentétes hatást érnének el, miközben a már alkalmazott módszerek a világunk jobbá tételére működőképesek. A cél, hogy megváltozzanak az emberek döntésekkel kapcsolatos szokásai. Informálódjanak, legyenek tisztában a valós tényekkel, és ezek alapján alakítsák ki saját véleményüket. Az ilyen adatok, statisztikák ismerete egyrészt a közérzetünket is javíthatnak, másrészt nélkülözhetetlenek a nagyobb stratégiai döntések meghozatalánál.
És most zoomoljunk rá ismét a futballpályákra. A futballban sem mindegy, hogy egy klub vezetői az adatok ismeretében és azok megfelelő értelmezésének segítségével hoznak-e meg közép- vagy hosszabb távú stratégiai döntéseket. A döntés előkészítés nagyon fontos eleme a statisztika és adatelemzés. Egy kikristályosodott stratégia egyensúlyt adhat a klubnak, így egy átmeneti rossz forma esetén nem vezet például pánikigazolásokig. Amennyiben a szakmai csapat együtt tud működni egy elemzőgárdával, a megfelelő módszerek segítségével sikerülhet felfedni az esetleges problémákat. Ehhez átgondolt és helyes metodika kell, mert a számokat könnyű kontextusukból kiragadva félreértelmezni és rossz következtetéseket levonni belőlük. Ezért, ahogy a híreknél, úgy a futballelemzéseknél is óvakodjunk például a magányos számoktól. Idézet a könyvből, ha magányos számot látok egy hírben, azonnal jelez a riasztó csengő. Mivel kellene a számot összehasonlítanom? Mennyi volt az az érték egy évvel ezelőtt? És 10 évvel ezelőtt? Mennyi az érték egy másik, hasonló országban vagy régióban? És mivel kellene elosztanom? Összehasonlítom az arányokat, és csak azután döntöm el, hogy valóban fontos számról van szó. A futballra vonatkoztatva, és mondjuk a játékos megfigyelés területéről kiragadva egy példát, támadó szellemű játékosok esetében ne csak a cseleinek számát vessük össze. Nézzük a sikerességi rátájukat és a posztjukat is. Nem mindegy, hogy valaki a pálya közepén, szélsőként vagy magányos égként teljesít bizonyos értéket. Esetleg, hogy egy középhátvédnek vagy egy csatárnak 80% körüli-e a posztmutatója. Hiszen óriási különbség van az egyik és másik poszt között abban, milyen nyomás alatt kell passzolni a játékosnak. És mi a konklúzió? Ha már ennyi adat áll rendelkezésünkre, használjuk őket. De óvatosan, megfelelő körültekintéssel és mindvégig szem előtt tartva korlátaikat. Még a végén az is kiderülhet, hogy a világ nem is olyan rossz hely. Ennyi fért a mai részbe. Ha tetszett, amit láttatok, iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot. Illetve nézzetek át a Nagykaró blogra is. Hamarosan újra jövünk. Sziasztok!